Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift... A Gonosz Swift mai vendége Traskovics Andris. Andris, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Tudom, hogy neked van egyfajta nagyon erős vonzódáshoz, azokhoz az autókhoz, amit az emberek használnak. Hogy nem szupersportautó, nem überritka luxusautó. Most is egy mivel érkeztél? Egy Lancia Y-nal. Ami talán az olasz autónak, a modern olasz autónak az egy ilyen megtestesítője. Honnan van benned ez a vonzalom? Az ember azt gondolja, hogy gyerekként mindenki a sport és luxus autókhoz vonzódik. Neked volt valaha időszakod, vagy neked mindig inkább az emberek autója volt a lényeg? Nem igazán. Tehát így nem választottam fejben ezt korábban szét, hogy külön melyik kategóriához vonzódom igazán, de amikor így elkezdtem videókat készíteni, onnan indult igazán ez, hogy mélyebben kezdtem foglalkozni ilyen autókkal, mert azt láttam, hogy ez érdekli az embereket. És ez érthető. Egyébként most is azt látom, hogy tartalomban ilyen két véglet van, hogy vagy ami tényleg a megvásárolható, ami itthon akár a pár százezres vagy a pár milliós, vagy a nagyon extrémen ritka, drága, ilyesmi, és ezek tudnak egyébként akár kiemelkedően jól menni tartalomban is. De nem is csak emiatt érdekelnek ezek, hanem, mert ezek az autók, amikkel sokak járnak, meg egyébként nekem is az első autóm például egy Devo Tico volt. És tudom, hogy neked nem is volt nagyon más polgári munkád az életben. Te, hát amióta, ilyen futárkodás, meg ilyen alapszintű. De amióta ott hagytad az egyetemet, igen. Te abból élsz, hogy autós tartalmat gyártasz. Hova tart ez? Meddig tudod ezt egyedül csinálni? Meddig lehet önazonosnak maradni? Mik a te terveid, mert tudom, hogy nagyon nagy alós csávó vagy, és hogy biztos, igen, hogy benne, hogy azért ezen is napjában többször gondolkodsz. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon hosszú távon ez nem fenntartható, főleg egyedül, tehát biztos, hogy nem az 5-10 éves táblat, ahol ezt végig ki lehet futtatni. Akár üzleti szempontból is ennek van egy korlátja nyilván. De jó, tudom, az pénzügyi végzettséged. Ilyen gazdálkodás és menedzsment, tehát igen. Alapközgazdáz, ha lehet annak hívni, de hogy ennek megvan a korlátja, hogy egyedül csinálja az ember. Egyébként én ezt alapvetően élvezem, de biztos, hogy ez egy korlátos dolog. Alapvetően az autós tematika az szerintem egy szűkítő dolog, és főleg most az előző egy-két évben nagyon azt érzem, hogy ez egy ilyen korlátozó dolog, és annyira átalakul ez a vonal, és lehet, hogy csak az én gondolkodásom alakul még jobban, és ezért érzem ezt ilyen extrán, de erről is beszéltünk szerintem. Persze, többet, nem, hogy ez és, egy... Ez és egy még ilyen... fogunk is, mert Andrisnak van egy podcast meghívásunk, amit majd letudunk a közeljövőben, igen. De a Becsületes Neper volt itt egy órája az előző műsorfelvételen, és ugyanezt mondta, hogy benne is már így horgadozik a vágy, hogy ne csak autókról gyártson tartalmat, igen. És szerintem amúgy ez egy nagyon jó dolog, hogy az autózás a szenvedélyed, azon keresztül megtanulod ezt, és utána bármilyen témába vagy tartalomtípusba bele tudod ezt csatornázni. Igen, azért... Mi az, amifelé szívesen nyitnál? Nem tudom, amivel ti itt egyre többet foglalkoztok, ilyen közéleti témák, azok nekem nagyon szimpatikusak, és tök jó, hogy csináljátok, és ez egy bátor dolog is, mert én ebben kicsit félősebb vagyok, hogy... Hiszen ez viszonylag ritkán szolgálja a nézőt, tehát például, hogyha politikai témában nyilatkozol, igen, meg, az a statisztika alapján a nézőid felének nem lesz a kedvére. Igen, tehát ez is igaz, meg az algoritmus mellé, az is nekem egy ilyen félelem, hogy nagyon az van, hogy ez jól megy, tehát nagyjából úgy körbe tudom lőni, hogy mi az, amit úgy aránylag meg fognak nézni az emberek is, ebből fél kilépni az ember, mert mi van, hogyha azt nem fogják megnézni, na majd akkor a következőt még kevesebben, és akkor így fejben az ember ezt elkezdi építgetni, hogy na lehet, hogy ez a vége a dolognak, és innentől már nem fog olyan jól menni, hogyha elkezdek valami mást. Úgyhogy ebben bátrabbnak kell amúgy lenni. Itt ezt magam felé mondom, de ezzel szeretnék jövőre mindenképpen többet foglalkozni. Szerintem úgy a te képességeid, ugye ezt most nevezzük hagyományos újságírásnak, technikailag neked ugye nem ez a végzettséged, de ettől függetlenül, igen, mit csinál egy újságíró? Adatokat gyűjt, elemez, megnézi a hitelességüket, hasonlók, és ebben azért neked van gyakorlatod, nem gondolom, hogy ezzel probléma lesz. Köszönöm. Amivel viszont feltétlenül probléma lesz, az a csodás Swift. Jaj. Volt neked akkor ezzel élményed, ezzel az autóval? Igen, nem nagyon sok, de igen. Jól van. Ugye itt vannak a korábbi meghívottjaink. Jelenleg a
a top 5-ben benne leszel, ezt tudom garantálni, mivel te vagy a negyedik meghívottunk. A kopasz egy 1.06-os időt hozott le ezen a pályán. Janklovics Péter, humorista pedig egy 1.30-at. Hú, tehát nagy a szórás. Így van, és Szász Marci egy 1.39-el kezdett be. Mi a cél, és hova várod magad? Besenyei Zoli mondta egyszer, autós emberek vagyunk, nyerni megyünk. Ez így igaz, bár nekem ilyesmiben egyébként valahogy pont tehát ilyen pályanapokon is, száz, meg ilyesmi. Ezt akartam, hogy hány száz köröd van kakucson? Van, de ott valahogy nem, engem nem szokott annyira elkapni ez, hogy úristen, nagyon, nagyon meg kell mutatni, de... Magadnak kell megmutatni. Igen. Azt tudom, hogy a becsületes Snepper úr, neki azért van pályanapos tapasztalata, van hacsi... Gyors autó, igen, tehát autói. Hogy azért biztos, hogy ő itt a jobbak közt lesz szerintem majd, hogyha lesz egy hosszabb lista, és úgyhogy akkor én azért örülnék, de ki tudja, tehát hogy egyáltalán nem tudom elhelyezni itt a dolgot, hogy mi fog kisülni ebből, úgyhogy három köröd meg. Van. Mind a hármat mérjük, a legjobb számít. És lesz egy mit felelőd. Jó? Jó. A biztonság nagyon fontos, szóval az öveddel kérlek. Azt, hát ez nem kérdés. Nehogy a lovakat az leszik. Ki van kapcsolva a klíma, arra figyelünk. Meg akartam nézni, de ez hogy működik? Nem, fogalmam vagy, sincs, vagy nem tudom, vagy már egyáltalán nem működik. Egyáltalán nem működik, de amúgy... Ez működik? Működik, igen, és azért is van betekerve. Jó, hogy akár... Ne legyen útba, így van, jó. Igen. 3, 2, 1, rajt! Jaj, tudtam, hogy valami trükk lesz, mert annyira éreztem egyébként. Na jó. Másik, az igen, az. Éreztem, hogy azért kellett. Andris, nagyon mennek a másodpercek, nem akarlak nyomasztani. Jaj. Rendes gyerek ez az Anti. Tudtam én. Nem kell neki kettő, szerintem egyesbe jó az. Jézusom. Ehhez nagyon gyorsan át kell fejben kattintani, de jobb az egyes való, igaz? Nem tudom, hogy mondta-e Anti, de hogyha gumit löksz le, akkor az 5 másodperc jó szólt róla, illetve itt annyi, hogy érdemes a jobb oldalához közel tenni, ahogy beállsz, hogy a tolatásnál ne legyen probléma. Jó, tehát hogy... Minél közelebb erre a felé. Most már mindegy. Nem baj, következőbe. Mert hogy nem fog beférni? Aha, igen, meg itt az elejével is ugye a gumit, hogyha... De talán még jók is leszünk. Hát a hátulja az nem fog beférni. Jézusom! Mit kellett ehhez módosítani, hogy ez így működjön, ez a csodálatos szerkezet? A kormányoszlopba tettem be tulajdonképpen egy fogaskerék, ami fordít az áttételen, és ennyi. Dolgoztam vele egy darabig, mire tökéletes lett, de... Hát most nagyon jól működik. Jó, már még nem vagyunk bent, tehát ez még nem de, a... De, ez jó, de, ez már jó. Megadjuk, okay, igen, jó. A fordulás a lényeg. Jó. Célszerű egyébként inkább így az óvatos oldalról megközelíteni. Igen, most már leesett, hogy nem érdemes nagyon kapkodni, meg nagyon... Jaj. A folyamatossággal lehet, igen, egyébként sok időt nyerni. Igen. És akkor itt ugye meg balról került, igen, és érdemes nagy ívből, hogy a visszafordulás beleférjem. Minél jobban ki, és akkor innen szeded vissza. Jaj! Nagyon jó. Rá kell. És itt el is. Ó, tökéletes. Na, megjöttünk. Nagyon jó. Anti el is pedig bólintott, szóval szerintem nem lett rossz az idő. Igen. Szia! Kiváló az élmény. De egyébként nem, tehát visszafele már úgy nem volt vészes. Ugye, hogy fejben vissza, át lehet igen, 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 visszafele nem volt vészes. Mesélj kérlek a rajt pillanatáról. Láttuk, hogy volt kipörgőkerék. Éreztem, hogy valami trükk lesz, amikor mondtad, hogy a rajtbeállás nem nézhetem meg ilyesmi. Tehát sejtettem, hogy lesz benne valami trükk, de erre nem számítottam. Mire ilyen. Gondoltál, hogy... Valami ilyenre egyébként, tehát valami ilyen hülyeségre, de sokkolt egy kicsit azért. Dani, volt egy hiba? Nem, én nem láttam hibát hátul. Nagyszerű. 1.58-al kezdesz, ami egy nagyon erős kezdőidő, viccet félretéve. Tehát volt már itt 3 perces elsőkörös idő is. Futárkodtam amúgy nagyon röviden Swift-tel, ős magyar Swift-tel. Nem egy ilyen szép szedán formában volt. Andris megérkezett, meglátta az autót. 1.6 klíma. Ez egy menedzser? És nagyon meglepődtem, hogy nem tudod ezt a fontos infót, elnézést. Hogy a jól felszerelt szedánokat, ha jól emlékszem,
nem csak az 1.6-os motorral hívták. Sajnálom, tényleg visszaadom a mesterlevelemet, mert nem tudtam, hogy menedzsernek hívták a jól felszerelt Swiftet, pedig hát Esztergomból származom, ahol valószínűleg ez a jármű is készült. Igen. Mehetünk. 3, 2, 1, rajt! Basszus! Maximum atak van! Nagyon jó. Határozottan. A javulás észlelhető. Igen? Láttatok már olyan autóversenyt, ahol a prezenter ilyen békésen átsorogott a pálya közepén? És akkor itt azt mondtad, hogy jobb... Minél közelebb a jobb oldalára, igen, és akkor úgy tudod egy ízből lefűzni. Oha! És amennyire tudsz előre célszerű. Igen. Az lesz a vitt. De nem, még messze nem értünk hozzá, nem. A hozzáérés amúgy se számít, csak a lelökés. Jó. Még szerintem így akár be is férhetünk. Be fog szerintem. Nem, pont nem. Ez a legnagyobb időbukó. Igen. Jó vagyunk? Abszolút, jó, én nem láttam hibát. Jó. Minden király. És érkezik visszafele 50 másodpercnél, ez az. Milyen bátran beállanti az út közepére. Bocsánat! Biztos van ebben amúgy szervó? Jó. Van igen, szervó nélkül vezethetetlen volt, mert először egy szervó nélkülibe raktam be, de utána muszáj volt. Az lesz az, nagyon jó. Nagyon jó. Yeah. 1.13.33, kérdezzük meg, volt-e hiba? Nem láttam minden. Hibát. Nem volt hiba? Nem. 1.13.33. Jó. A növekmény az drámai. Neki ugrasz a harmadik körnek, vagy fújsz egyet előtte? Nem, most nagyon megvan. Most nagyon megvan. Elkapta a gép szín. Hajrá, gyere! 3, 2, 1! Megvolt az eddigi leghosszabb burnoutunk, majdnem 32 centi. Ez az, hogy tudtam, hogy ez lesz, hogy nem lesz meg egyből. Jaj, na jó, hát. Jó lesz, Jézusom! Hogy lehet, hogy ennyi után már fejben nem volt meg egyből? Hát a reflexek annyira durván benne vannak ugye az emberbe. Az lesz, az így nagyon jó. Ez lesz, az király. Pont, jó vagyunk, mehetek? Tökéletes, aha. Nagyon jó. Na most itt biztos, hogy ebbe sok lesz a fordulással, amit hoztál. Nagyobb lendület kellett volna. Jó, ez így szűken fűzve, ez tökéletes. Limiten a bódé. Szélesre ki. Az lesz, az nagyon jó. Jó lesz, az nagyon jó. Na, szerintem ez elég jó. Nem láttam hibát. Nem volt hiba? Nem. 57-85. Azt a mindenit neki. Na, 8-at adtál a leppernek. Na, igen. Azt hittem, pedig itt majdnem belálltunk jó, a falba. Jó, szűk volt. Hát, nem szándékosan, tehát hogy ott nagyon nem volt meg a harmadjára, most egyszerűen nem, fejben nem volt úgy meg, mint másodjára. Szeretném kérni egy szignót. Ahova tetszik, hova? Akár a narancsra, akár a fehérre, ahova gondolod. És akkor az időt is, vagy azt majd írd fel, kérlek, mert az pontosabb lesz. Úgy írjuk itt a tizedeket, érted, mint a fotocellával mérnénk. Hát így, ha jönnek majd a nagyobb nevek, akkor lehet, hogy kelleni fog. Lehet, hogy kelleni fog, de figyelj, itt igazából a játék a lényeg. Ja, de ez nagyon jó, szerintem rohadt jó. Tehát látszanak a különbségek. Komolyan tetszett. Tehát, nem láttalak még így lelkesen. De tényleg, tehát nagyon jó. Tényleg, egy ilyen tök jó agyi plusz fizikai... A mozgás koordinációt azért rendesen rendezheted. Igen. Nézd, köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük, hogy részt vettél a versenyen. Nagyon köszönöm, élveztem. És meséljünk még egy kicsit arról, hogy tervek a jövőben. Barátnődet láthatjuk egy gyakrabban a csatornán. Nem hiszem, ez nem különösebben van a tervek közt, az autóját, azt igen, talán itt a háttérben is lehet, hogy látszottak a felvételek. A felsőjelszelős pofás. Tök jó szerintem, és hát 20 évvel ezelőtt, ez milyen jó kis. Iszonyat rendi lehetett ebbe belevülni. Akkor melyik motor? Ez egy 416 szerep, ez a Panda 100 HP motor. 95 lóerő. Ez ugyanaz a motor. Váltó, 5 gang, 6 gang? 5 gang, tehát nem, mert ott van az a rövid 6-os. Igen, de én ki is találtam, hogy ez a 100 HP Touring.
GT3 után ezek 100 HP Touring, tehát a finomabb, puhább futóművel, de a jó motorral. És neked most ugye úgy áll a flotta, hogy ott van a BMW? Igen, igen, igen. Van mellette sárga Twingo, igen, amit te is tapasztaltál már. Volt alkalmat, és most ennyi. Illetve még az 1002-es Ladám az megvan, csak nem járóképes, tehát az egy garázsban pihen. Hát meg ugye van a lakóautó. Igen, igen. Te is így a visszaeső járműhalmozó közé tartozol. Sajnos, igen. De igen, nincs ez semmi gond. Vagy járműfronton mik a tervek, hogy mennek, maradnak, kinéztél? Elektromos, valami? Elektromos. Most egy ilyen napi járkálós elektromos. Hát ezt tudom, hogy itt ez nem egy szép dolog, de... Nem, de én vagyok a legnagyobb támogatója az elektromos napi járósnak. És mit nézel? i3 esetleg? i3, igen, i3 az képben van. Zseniálisan kretén kis autó, igen, több igen. Jó megoldásokkal. És az a baj, hogy már néztem, hogy nagyon jó lenne belesper, mert amúgy használgatják őket pályán. És nagyon jó lenne belesper, de sehol nem gyártanak hozzá. Tehát, hogy elméletileg olyan a kialakítása a motornak, hogy nincs, nem lehet hozzá értelmesen. Dani nagyon jó ebbe, Vince Dani. Szerintem bármit lehegészt. Igen, igen, igen. Lehet, hogy az baj, tehát, hogy itt ugye picit, tehát itt nem egy differenciálmű van konkrétan, hanem a motor. A motornál lényegyegységet képez. Ez nehezebb egy picit, de i3 esetleg ilyen el, tehát valami egyszerű napi. Azért hátulhajtson. Igen, ha lehet. Ha egyébként nem komoly felára van, akkor igen. Igen. Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm! Top idő! Köszönöm! És bízom benne, hogy hamarosan találkozunk. Így legyen. Köszönöm! A Gonosz X következő vendége Kis Norvi, Európa-bajnok kamionversenyző.